mindenképpen azt gondolom, hogy tehát egyenenként változik az, hogy kinél mennyire tűnt el a férfiasság. És minden kapcsolatban szerintem ezt mindig a leendő férfi tudja ezt elrontani, illetve tud rajta javítani, vagy változtatni. Gyerekkorban az embert annyira megformálja a sport, hogy ad egy tartást, ad egy olyan jellemet a sportolók, amit szerintem a nők szeretnek. Mindig állandó célt kell elérni sportolónak. És a munka területén is ez nagyon fontos, hogy ha valakinek nincs egy céljai, akkor nem fog tudni elérni, és nem fog tudni odaérni. Ezért általában az olyan emberek, akikben nincs ez meg, azok nem tudnak nagyot alkotni az élet más területén. Kell az, hogy az emberben legyen egy kis spiritus, vagy egy kis úgymond győzni akarás, harciasság. Férfias sportban ez nagyon kell. Tehát ha valakinek nincs benne ez a harcios, valaki túl szokták mondani, hogy halvérű, abból soha nem lesz jó sportoló. Ha valaki nem optimista, akkor nem tud elérni semmit. Tehát egy cél elérésében mindig az a fontos, hogy higgyünk magunkba és a képességeinkbe.